Egész gyerekkoromban nem ettem, szerintem egyetlen egy alkalommal sem halat, halászlét, meg aztán végképp nem. 30 éves voltam, amikor legelőször kóstoltam a halászlét, és én azóta szerelmes és rabja vagyok. Először nyilván a Szegedinek, és utána pedig átjöttem ide, és elkezdtem megismerni és megszeretni a dunai, a bajai halászlét, pontosabban az érsek családit, és én imádom. Nagyon más, de az egyik receptkönyvben van egy 1914-es halászlét recept, ami úgy szól, hogy szegedi halászlé. A recept viszont egyáltalán nem az, amit ma Szegeden csinálnak, hanem gyakorlatilag ez. Üdv mindenkinek, üdv a csatornán! Egy nagyon érdekes helyen vagyok, a Dunaparton, Érsekcsanádon, a Révcsárdában. Be akarom mutatni azt, hogy hogy készül az igazi érsekcsanádi halászlé. Végignézzük az egész módszert, megnézzük, hogy mi a titka, megpróbálom megtudni és aztán átadni nektek is. Úgyhogy Érsekcsanád, Révcsárda, halászlé. Nyúlgapony! Beletesszük először a halat. Én úgy szoktam, hogy alulra teszem a fejeket, így megfordítva, és akkor kevésbé ég le. Utána a derekad, a léghólyag, és akkor én azt is bele szoktam tenni, én azt is nagyon szeretem. Beletesszük a hagymát, meg a cseresznyepaprikát, és ráöntjük a vizet. 2010-ben volt egy váltás az életemben, ami lezárult egy szakasz. Egy hajós cégnél dolgoztam, mint műszaki igazgató, és valahogy ezt kevésnek éreztem. Egyszer a feleségem mondta, hogy eladó ez a hely. Mikor megvettem, én már aznap tudtam, hogy ez a hely hogy fog kinézni, és pontosan jól tudtam, hogy kik lesznek a vendégeim, és azt is nagyon jól tudtam, hogy mi lesz az étlap. És amikor eljött a nyitás 2012. március 30-án, akkor ugyanez az étlap várta a vendégeket, és főztük a halászlevet. Eleinte nagyon sok kétkedő ember volt, aki azt mondta, hogy nem kell mindig frissnek lenni a halászlének, meg nem kell mindenkinek személyre szabottan asztalokra tenni a bográcsot, de mérnök emberként eltántoríthatatlan voltam, és azt mondtam, hogy már pedig ez így lesz. És kérem szépen, most lesz az először, hogy Máté Szabi konyhája és a csatorna nézői megnézhetik, hogy hogy kell igazán egyszerűen jól tüzet rakni. Mert az sem mindegy, hogy hogy rakunk tüzet, és az sem mindegy, hogy hogy tüzelünk. Letesszük a fát párhuzamosan, és rápakoljuk keresztbe a többit. Úgy, hogy legyen légrés mindenhol, mert ha légrés van, akkor nem folytjuk meg a tüzet. A papír mindig égjen, mindig legyen megfelelő oxigén. Száraz fa, meg a száraz papír, az elengedhetetlen. Nyárfát és fűzfát használunk. Legjobb az egyébként, amit a Dunán szedünk, árteiri uszadékfát. Az a legjobb, mert azt, ahogy görgeti a víz, felveszi, lerakja, azokat a teljesen megpucolja a héját, és az gyakorlatilag rögtön ég. A nagy tűz, ez az egyetlen titka, és a legnagyobb titka. Nyilván azokról nem beszélünk, ami evidens, hogy friss legyen a hal, hogy friss legyen a hagyma, hogy ezek alapvető dolgok, de a nagy tűz, és sokan ott rontják el, hogy csak úgy éppen-éppen forralgatják, mert akkor szétfő a hal. Hát nem, a hal akkor fő szét, hogyha nagyon lassan főzzük, hogyha nagyon nagy tűzön gyorsan megfőzzük, akkor nem tud szétfőni. Fél óra, tehát a forráskor megpaprikázzuk, és onnantól kezdve fél óra is készen van. Egyébként láncon főzzük. Ezt is csak most a te kedvedért vettem elő, ezt a úgynevezett gamófát. Erre van egy olyan történet, hogy a halászok, amikor ezen főzték, akkor a gamófának, amikor elkezd jelezni, rázni a bot vége, akkor van kész a halászlé. De ez abból adódik, hogy akkor már olyan sűrű a lé, hogy ahogy rotyog, mint egy, nem is annyira, mint a szilva lekvár, de hogy mégis olyan sűrűn rotyog, akkor kicsit megrázza a botot. Azt kell nézni, hogy forr a hal. És akkor utána megnyugszik, amikor elmegy a habja, akkor utána megnyugszik már. Utána már beáll egy jó rotyogás.
ez gyakorlatilag a gulyás bogrács, ami nem bajai halfőző bogrács, ez a gulyás bogrács. Régen itt a Bácskába, és azt mondom, hogy a Bácska az nagyon fontos, mert az egészen a Siótól le a Patinig, és most ez Magyarország, Szerbia, Horvátország. Tehát Bácskába így főzték, így főzik a halászlevet ebbe a gulyás bográcsba. Aztán a bajaiaknál van ez, hogy ez a befelé szűkülő bogrács, csak a befelé szűkülő bográcsa nekem az a bajom, hogy ahogy emelkedik a lének a szintje, egyre kisebb a hűtő közeg, és az mindig kifut. A gulyás bográcsban meg pont fordítva, ahogy emelkedik a lének a szintje, egyre nagyobb a hűtőközeg, és attól ő saját magát csillapítja, meggyógyítja, tehát hogy nem tud kifutni, vagy kevésbé tud kifutni. Jobban tud rotyogni, jobban tud főni, jobban tud emulgálódni, jobban tud sűrűsödni. Akkor jó a tűz, hogyha már az összes haver azt mondja, hogy ne rakjál már rá többet, na akkor jó. És látod, hogy ég a tűz, mint a vadállat, de akkor is tesszük rá a fát, tesszük, mert nem szabad, egy pillanatra sem szabad, hogy aláfagyjon a forrás. Amikor jó és nagyon tüzeltek alá, akkor itt egy kicsit rá van égve, és akkor látszik, hogy egy igazi nagy tűzön fölött, és konzisztens, és sűrű, és rendben volt a halászló. Viszont, hogy tiszta az oldala, akkor nem nagyon tüzeltek alá. Egyébként én most csak a forgatás kedvéért főzöm a halászlevet, azt azért el kell mondjam a csatorna nézőinek. Itt Kocsis Ferenc halfőzőmester, a igazi halfőző, én csak így kontárkodom. Még egy apró titok, hogy a nem sokára kerül majd bele a belsőség, és a belsőség ugye hűvös. És ahhoz, hogy a belsőség ne hűtse el a levet, és ne álljon meg a forrás, ezért még jobban fel kell forrósítani az egészet. Ráhúzunk még egy lapáttal, és akkor tudjuk beletenni a belsőséget. Imádom. Mindig kérdezik, hogy mi a kedvenc ételem, és akkor mindig azt szoktam rá mondani, hogy a halászlé, de a füstben sült hal az még finomabb. Most jött ez a pillanat, tesszük bele a belsőséget, ami nem más, haltej és ikra. Az megint egy titok, hogy itt azért nem mindegy, hogy hány személyre készítünk halászlevet. Tehát ez egy három, illetve négy személyes bogrács. A két személyes bogrács az egy kisebb, ha ketten rendelnek. Ha öten, hatan, az egy nagyobb, és akkor a hét az a maximum. Ha hét fő fölött jönnek, és nyolcan rendelnek, azt már két bográcsba főzzük. Pontosan ezért, hogy kell az a megfelelő nagyságú bogrács, ami a megfelelő szám rendelése van, mert különben vagy széttörik benne a hal, vagy nem jól mozog, tehát minden főnek megvan a maga nagysága. Kész. Itt készült házi tészta. Júj, nagyon kíváncsi vagyok. Mm.
Édes Istenem. Ez a lé. Ez egyszerűen olyan szinten sejmes, olyan szinten sűrű, ahhoz képest is, hogy tudom, hogy hogy készült, semmi köze nincs a szegedi elkészítési módhoz, és mégis nem az van, hogy egy nagyon vékony lét kapunk, hanem gyönyörű, olyan tökéletes teste van, tényleg, mint egy jó vörösbor, tökéletes teste van a levesnek, iszonyat finom a paprika benne, érzed a hal ízét, mindent, és hozzá ez a tészta, ez a házi tészta, ezt imádom. Nagyon jó. És amit még sikerült megtudni, hogy az igazi helyiek, az érsek családiak vagy a bajaiak úgy eszik ezt a halászlét, hogy először külön a lét a tésztával megeszik, és utána, amikor azzal végeztek, akkor jönnek a pontszeletek. És akkor van idő egy kicsit szálkázni, addig megnyugodott a gyomor, megkapta azt, ami jár neki, és akkor már lehet cizzelálni, meg játszani vele, és az tényleg türelem kell. Legalábbis nekem mindenképpen az kell, de nyilván, hogyha megvan a rutin, tehát hogyha az itteniek, azok gyakorlatilag naponta esznek, vagy kis túlzással naponta esznek halászlét, az azért nagyon komoly. És nyilván kialakul egy olyan rutin, ami azért megfizethetetlen. Imádom. Hogy mit jelent nekem a révcsárda, és mit jelent nekem a halászlé? Nekem ez a minden. Tehát én itt nőttem föl Veránkaszigeten. Augusztusban születtem, úgyhogy én már szeptemberben egy ladikban mentem át Veránkaszigetére, és minden nyarat itt töltöttem a Veránkaszigetén, és nagyapám mellett itt így gyakoroltam mindent, ami az élethez kellett. Halászat, vadászat, csónakázás. Mindenki látta már szerintem a Tüskevár című filmet, vagy olvasta a könyvet. Ugyanaz a gyerekkorom volt, csak nem a Balatonparton, hanem itt a Dunaparton. Ez itt titok, de elmondom. Egyszer csak bekövetett az érsek családi révcsárda az Instán. Ezek a dolgok megütik a fülemet, és úgy voltam, hogy miért ne kérdezzük meg, jöhetnék-e ide forgatni? Felhívtam telefonon. És amikor megtudta, hogy én vagyok az, én ezt imádtam, és az egész napomat boldoggá tette, visított az örömtől, és azt mondta, hogy hogy a viharban él. Persze, a legnagyobb szeretettel vár, és jöjjek, és csináljak, és valami őrült dolgot összehozunk itt. És én úgy örültem annak, hogy van egy ember, aki így fogad engem, én megmondom, hogy szinte semmiféle visszajelzést igazából nem kapok, az a néhány kommenten kívül, arról, hogy az, amit én csinálok, meg ahogy csinálom, az mennyire valid és mennyire szerethető, vagy mennyire tart egyáltalán valahova meg. Mert az én fejemben ennek egy egészen komoly története van, de ez nem biztos, hogy megegyezik azzal, ami a ti fejetekben játszódik, vagy bennetek lecsapódik annak kapcsán, amit én végzek. És itt van egy ember, akit én egyébként a munkája miatt iszonyatosan nagyra becsülök, és ő azt mondja, hogy ő rohadtul szereti azt, amit csinálok, és csináljunk egy közös videót. Én nem nagyon örülök. És ez egy plusz bukét ad számomra ennek a történetnek, mert azon túl, hogy egy tökéletes, és szerintem Magyarország legjobb bajai halászléjét itt tudom megenni, azon kívül egy fantasztikus embert ismertem meg, és remélem, hogy nektek is sikerült őt bemutatni, vagy egy picit megismertetni veletek. Ismerős volt a hang, mert hangból nagyon. Most az előbb a hölgy is, hogy mi... Van Máté, szerintem Máté Szabi, nem a Máté Téti. Kivel beszélek? Máté. Azt mondom mindjárt más. De jó. Azt mondom, mindjárt más. Nem, rengetegen voltak már itt, és már elfáradtunk ebbe, hogy ugyanazt, megint, gyerünk, mondd el, de vegyük föl, nem jó, forgass, forog! Számomra a vendéglátás része a legfontosabb, hogyan látnak nem engem, bárkit vendégül. És itt egy olyan mérhetetlen szeretettel, odaadással találkozik az ember is. Nem én vagy, nem csak én, hanem bárki, aki ide jön. És olyan mérhetetlen alázattal, az iránt az étel iránt, amit ők nap mint nap az asztalra raknak, tökéletes minőségben. Tehát tényleg ez a japán precizitás látszik már az egész történetben, hogy egyetlen egy, szinte majdnem, hogy egyetlen egy dolog készül, mégpedig ez a halászlé. Ezt viszont naponta, évente, évtizedente őrült mennyiségben csinálják meg, de olyan szinten sokat és gyakran, hogy abból óhatatlan is, hogy egy tökéletes mestermű leszülessen meg, és megszületik. És nagyon köszönöm, hogy ezt az egészet felvállalta. És mindig is szerettem ezt megmutatni a barátaimnak, ismerőseimnek, hogy főzzük, mint főzünk. Szerettem ezt az éttermesdi játékot, és akkor, amikor 2010-ben jött ez a váltás az életemben, és megvettük ezt a helyet, akkor elhatároztam, hogy na most jött el az az idő, amikor én ezt meg tudom mutatni a nagy közönségnek, hogy gyakorlatilag milyen egy halászlé. Sok helyen főznek halászlevet, de azt gondolom, hogy így frissen, csak és kizárólag Magyarországon, itt a Révcsárdában készül. Ahogy említettem, ezt így kezdtük, és mindaddig, amíg én itt vagyok, és Kocsis Feri főzi a halászlevet, mint halfőzőmester, ez így is lesz, és ettől nem fogunk eltérni. Ha tetszett a videó, és tetszett a révcsárda, és tetszett a recept, akkor légy szíves, adjatok egy lájkot, ne csak nekem, hanem nekik is. És hogyha akartok még ilyeneket gasztro témában, nem gasztro témában, teljesen minden ilyen témában, de akarjátok, hogy jöjjenek a videók, akkor légy szíves, iratkozzatok fel. És ne csak ide,
Instára és Facebookra is, mert az egész úgy alkot egy kerek egységet. Úgyhogy ha így lesz, akkor találkozunk még. Sziasztok! Szóval most biztos lehetsz benne, hogy ez minden dicséretnek fennlegzésénket, és ez a leg, amit most itt teszel veled, mert hogy ez friss, jó, magunknak.